A mai nap kifejezetten egy szakmai megbeszélésre került sor, és miniszter úr tökéletesen elmondta, hogy milyen kérdésekben születtek döntések. Eger számára, az egriek számára kifejezetten kedvező döntések születtek, kimozdultak ezek a projektek, ahogy tetszik, a holdpontjukról, és a lehető legnagyobb támogatást élvezik az egriek a tekintetben, hogy minden korábban eltervezett projekt ellenük megvalósulhasson. Ambiciózus terv, és Eger határon is túlmutat, hogy egy olyan nemzeti úszó- és vízilabda központ jöjjön létre, ami nem csupán Eger számára jelenti azt, hogy a lehető legmagasabb szintű sportolás ezen a területen biztosított, hanem az országban is a vízilabda sport számára egy bázist és állandó hátteret jelenthet. Ha Eger, akkor Egri vár. Az Egri vár felújításnál a legfontosabb részei meg tudnak indulni a vár felújításnak. Rendelkezésre áll erre 3,5 milliárd forint, illetve tavalyi év végén a kormány 600 millió forintot az Egri vár felújítására az önkormányzatnak biztosított, és van egy intermodális csomópont, ahol ebben a hónapban meg lesznek a végleges tervek. Azt reméljük, hogy az Egri közlekedés fejlesztéséhez ez nagy mértékben hozzájárulhat.